Ahoy! Itt egy Adél. Rengetegen kérdeztétek már az évek alatt, hogy mik a tanácsaim kezdő digitális rajzosoknak. Szóval most készítek nektek egy kis gyors talpaló videót, amiben megtanítom nektek az alapokat. Milyen eszközökkel érdemes dolgozni, milyen rajzprogramok vannak, stb. Viszont az elején nem árt tisztázni, hogy nem a rajztáblám vagy a rajzprogramom múlik, hogy mennyire ügyes valaki. Tény, hogy ezekkel a dolgokkal gyorsabban lehet haladni, és adnak egy kis pluszt a kész rajzhoz, de azért tudni is kell használni őket. Sok minden múlik a művész alaprajzos képességein, szóval ha nem vagy megelégedve a papíron készült rajzaiddal, akkor ne a gépektől várd a csodát, hogy egy-két gombnyomással egy műalkotást dobsz össze. Az az igazság, hogy ennek a videónak a szövegét már 3 vagy 4 éve megírtam, és akkor még nem volt ilyen, de most már van. Nagyon király. De ez a gyengéknek való! Ez a videó azoknak szól, akik hajlandóak a saját képességeiket fejleszteni, és maguktól megalkotni azt, amit elképzelnek. És ezzel le is zárnám az AI témát, mert már így is rengetegen beszéltek róla. Én ajánlom például a Retrosok videóját. Na akkor, ha sikerült meggyőznöm benneteket, akkor kezdjünk is bele a tanórába. Az első órai anyag pedig a rajzprogramok. Rengeteg szoftver és applikáció közül tudtok válogatni. De gondolom legtöbbeteket az ingyenesek érdekelnek. És én is azt ajánlom, hogy kezdésnek egy ingyenes programot használjatok, így azokkal kezdem. Figyelem, ezek az információk változhatnak az évek során, szóval lehet egy program pár évvel később fizetős lesz. Vagy épp ingyenes, de arra kevesebb az esély. Ingyenes számítógépes programnak tudom ajánlani elsősorban a Windows Paint-et. Igen, gondolom ezt nem kell bemutassam, minden Windowsos gépen alapból rajta van és kb. Mindenki ismeri. De ne becsüljétek alá ezt a programot, hiszen ezzel is lehet nagyot alkotni. Igaz, hiányzik belőle jó pár eszköz, mint a szabad kijelölés vagy a rétegekre szedés. Arra, hogy ezek micsodák, majd később térek rá. Emellett ott van még a Paint.net, de ne így keressetek rá, mert egy másik oldalra visz, hanem úgy, hogy Paint.net download. Ezzel kezdtem én is annó, mikor megkaptam az első rajztáblám. Ez már egy jobban felszerelt program. Illetve ott a Medibank Paint, aminek telefonos verziója is van, a Krita, ami egy animáló program is egyben, és a Sketchbook, amiben animálni is lehet, és telefonos verziója is van. Csak abban nem lehet animálni tudtommal. A Sketchbooknak a teljes verziója fizetős, de a videó készültekor ingyen le lehet tölteni az alapverzióját az Autodesk oldaláról. Jöjjenek az ingyenes telefonos és tabletes applikációk. Elsősorban a korábban is említett Sketchbookot ajánlom, illetve ott van még az Ibis Paint X és a szintén említett Medibank Paint. Az Ibis-szel annó újjal rajzoltam telefonon, aztán később áttértem a Sketchbook alkalmazásra, ahol ezeket alkottam olyan telefonnal, amihez kis toll is jár. A digitális rajzeszközökről majd később mesélek. A Medibanket én nem használtam, de Blue kolléga készített róla videót, szóval ha az az alkalmazás érdekelne titeket, akkor tőle tanulhattok. Kezdőként érdemes kipróbálni több programot és alkalmazást is, hogy kitaláljátok, melyiket kényelmesebb nektek használni. Fizetős számítógépes programnak tudom ajánlani a Paint Tool Site, amit én is használok. Illetve ott van még a hasonló Clip Studio Paint és az Adobe Photoshop, ami az egyik legprofi program digitális rajzoláshoz, meg fotók szerkesztésére is alkalmas. Én is használtam már többször, de sajnos száj után bonyolultnak bizonyult, de ez csak a személyes véleményem, mindenképp érdemes kipróbálni. A negyedik pedig a TV Paint, ami elsősorban egy animáló program, de sima illusztrációt is lehet benne csinálni. Fizetős telefonos tabletes appnak pedig a Procreate-et ajánlom, ami a legjobb alkalmazás ilyen eszközökre, szóval megéri az árát. Sokan úgy vélik, hogy a Photoshopnál is jobb. És még ebben is lehet animálni. De ez sajnos csak az Apple Store-ban elérhető, így androidosok nem tudják használni. A felsorolt programokon és alkalmazásokon kívül még hatalmas a választék, szóval nyugodtan keressetek rá más lehetőségekre is. Ha akartok, ajánlhattok még a komment szekcióban is. A következő órai anyagunk az eszközök. Digitális rajzot a mai világban már simán lehet alkotni egy érintőképernyős telefonon az ujjunkkal, vagy lehet nagyot alkotni a számítógép egerével is. Ha sokat gyakorol az ember, akkor lehetséges. A nagyon kezdőknek elsősorban ilyen lehetőségeket ajánlok, hiszen szinte már minden háztartásban elérhetőek, és csak utána költsenek pénzt profibb eszközökre. Ha már egy pöppet feljebb szintre szeretnél lépni, akkor ajánlom például a kis tollacskákkal felszerelt okostelefonokat, mint például egy Samsung Note telefon, ami nekem is van. Ha külön veszel tollat bármilyen telefonhoz, akkor általában a Stylus Pen-t ajánlják, de nálam az korábban sajnos nem jött be. Ott vannak még Apple oldalról az iPad-ek külön beszerezhető Apple Pencil-lel, amit nagyon sok digitális művész használ, leginkább Procreate-tel. A Samsungnak is vannak rajzoláshoz tabletei, mint például a Samsung Galaxy Tabok, amiket hozzájáró tollal is be lehet szerezni. Ezekre példát Ungdani mutatott már több videójában. Ezeket a tableteket be tudjátok szerezni mindenféle elektronikai üzletekből, vagy webshopokból, mint az eMag, Alza, stb. Ha már ott tartasz, hogy profi szinten űznéd a digitális rajzolást, akkor érdemes beszerezned egy profi rajztabletet.
Már is mondom a lehetőségeket. Többfajta rajztábla és rajztablet létezik. Van, ami csak egy tábla, de nincs rajta képernyő, hanem hozzácsatlakoztatod a számítógéphez, és amit a táblán rajzolsz, az megjelenik a képernyőn. Ez először nehéznek tűnhet, de higgyétek el, hogy hamar meg lehet szokni. Én is egy ilyen kezdtem. Ilyen például a Wacom Intuos, ami árban is viszonylag barátibb. Így kezdőknek ez a legjobb választás, illetve profik is ugyanúgy használják. Vannak olyan tabletek, amik már érintőképernyővel rendelkeznek, szóval látod, mit rajzolsz rajta. Ennek az egyik verziója, hogy hozzácsatolod a gépethez, és egy második képernyőként funkcionál, de nem önálló gép. Ilyen például a Wacom Cintiq, ami már inkább haladó szinten, de ez éri meg a legjobban profi rajztáblák terén. Mind teljesítményileg és mind árban. Ez sem egy olcsó mulatság persze, de a rajztáblák alapból drágák és azokhoz képest éri meg. A Cintiqnek is több fajtája van, illetve van belőle kicsi, nagy és nagyon nagy is. Van olyan tábla, amit telefonhoz is hozzá lehet kötni. Ilyen például a Wacom One, de ez csak androidos telefonnal működik. Ha! Az érintős tabletek másik verziója az egy különálló számítógépként működő rajztábla. De azt ne úgy fogjátok fel, mint valami iPad, hanem mint egy tabletbőrbe bújt számítógép. Ilyen például a Wacom Mobile Studio Pro, de ez is már egy nagyon drága jószág, így semmiképp sem ajánlom kezdőknek. Most főleg Wacom eszközöket mondtam példának, hiszen az a legnépszerűbb márka a szakmában, ugyanakkor ott van még például az XP Pen vagy a Huion, amik hasonlók minőségben és árban is. Nézzetek utána mindenképp, hogy nektek melyik tetszetősebb. Professzionális rajztáblát főleg internetről tudtok rendelni az adott márka hivatalos oldaláról, vagy hazai tech oldalakról, mint az EMAG vagy az ALZA, de a legjobb magyarországi oldal talán az Oasis Computer, akiknek Budapesten van üzletük is, ahol ki lehet próbálni többféle rajztáblát. Mondokodon is szoktak lenni ilyen standok, így érdemes egy ilyet is meglátogatni, ha valaki arra jár. Most, hogy már megvan a rajzprogramunk és a rajzeszközünk is, itt az ideje, hogy átvegyük a digitális rajzolás alapjait. Ezeket a Paint to Sign nevű programban fogom demonstrálni, de amiket mutatni fogok, azok többnyire az összes rajzprogramra igazak lesznek. Képen és telefonon is egyaránt. Amikor megnyitjátok a programot, akkor általában még nem látjátok a rajzoló felületet. Ezt egy új fájl létrehozásával tudjátok előhozni. Be kell állítsátok, hogy mekkora legyen a kép mérete, pixelekben, centiméterekben vagy másban megadva, és voilà, itt a rajzlapunk. Na és hogy kezdünk neki? Keressétek meg a programon belül az eszközöket, és fedezzétek fel, hogy melyik mit tud csinálni. Az ecsetekből vannak alapbeállításúak, és személyre is szabhatod őket, hogy mennyire legyen erős, milyen mintájú legyen, milyen vékony, stb. Ugyanígy a radírnál. Az internetről is le tudsz tölteni plusz ecseteket, ha lehet az adott programhoz. A lehetőségek szinte minden programban elérhetőek, így erre keressetek rá, hogy az adott programban hogyan tudtok változtatni az ecseteiteken, vagy tudtok-e pluszban letölteni. Az ecsetek mellett ott vannak még például az elmosó eszközök, általában Blur néven, amivel homályosítani tudod a dolgokat. Ezeknek is több fajtája van, illetve te is tudod állítgatni őket. Ez egy nagyon jó eszköz például árnyékoláshoz vagy homályos fókusz hozzáadásához. Itt van még a bucket, azaz a vödör eszköz, amivel ki tudod tölteni egy színnel az üres részeket. Csak figyelj, hogy rendesen be legyenek zárva a vonalak. Egy vödörben sem marad meg a víz, ha lyukas. Ez valószínűleg egyértelmű, de azért elmondom, hogy az ecset színét a színpalettán tudod változtatni. Vannak programok, amikben le is tudsz menteni egy adott színt, hát ha kell későbbre. A Color Picker eszközzel pedig át tudsz venni színeket a rajzodról, vagy a berakott referenciáról. Referenciát hívhatsz be az Open, azaz megnyitás gombbal a saját képeid közül, vagy simán például a Google képek közül a kép másolása és a programon belül a Paste, azaz beillesztés gombbal. Ha elrontasz valamit és vissza szeretnéd vonni, akkor az Undo, azaz a vissza gombbal tudod megtenni, amit általában egy nyilacskával jeleznek. Ugyanezt visszafele is meg tudod csinálni a Redo, azaz az újra gombbal. A számítógép billentyűzetén a Ctrl-Z betűkombóval tudsz visszavonni, a Ctrl-Shift-Z vagy a Ctrl-Y gombóval pedig újra csinálni. És ez nem csak a rajzprogramokra igaz. Hasznos eszköz még ezek mellett a varázspálca, azaz a kijelölés, amivel ki tudod jelölni a rajz egy vagy több részét. Szájban ezt kékkel jelölés, szóval ne jegyetek, meg nem kékkel festettem most be. Ez hasznos például színezésnél és árnyékolásnál is. Vannak programok, ahol ecset verzióban is tudsz kijelölni, vagy épp radírozni a kijelölésen. De ez is változó, nem mindegyik programnak van ilyene. Kijelölni tudsz még négyzet alakban és manuálisan is, amik általában kivágásban jönnek jól, illetve tudod változtatni, azaz nagyítani, kicsinyíteni és egyéb módon torzítani a rajz kijelölt részét. Ahhoz, hogy jobban meg tud nézni a rajzod részleteit, a nagyító eszközt tudod használni, amivel ki és be tud zoomolni. Ha olyan eszközöd van, akkor tudod használni az ujjaidat, az egered vagy a rajztablet görgőit. Ha van egy professzionális rajztáblád, akkor biztosan kérdezed, hogy ezek a gombocskák és tekerők micsodák a rajztábla szélén. Ezeket be tudod állítani, hogy a tekerővel például tudsz zoomolni, vagy az ecset nagyságát változtatni, illetve a gombokat is be tudod állítani hasonló funkciókra, amik segítik a gyors munkát. Ezek a shortcutok sima billentyűzettel is működnek mindenféle betű kombinációkkal.
De ezek a beállítások is programonként és eszközönként eltérőek, így érdemes ezeknek is utána nézni az interneten. Most, hogy nagyjából megismerkedtünk az eszközeinkkel, alkossunk is velük valamit. De mielőtt belekezdenénk, hadd mutassam be nektek a layereket, azaz a rétegeket. Ezek nagyon fontosak és hasznosak a digitális rajzolás során, mert így könnyebben szét tudod szedni a rajz részeit, és így könnyebben átláthatod, és könnyebb is vele dolgozni. Például a legalsó rétegre csinálsz egy vázlatot, amint az kész, csinálsz felé egy új réteget, az alsót halványabbá teszed, és a felette lévő rétegen átrajzolod a vázlatodat. Ezzel letisztultabb vonalai lesznek a rajzodnak. Amint kész az átrajzolt változat, akkor csinálsz alá még egy réteget, ahová a színeket fogod tenni, a fölé aztán az árnyékokat, és vagy fényeket, és így tovább. Gyakran figyeld, hogy épp melyik réteg van kijelölve, mert gyakoribb aki, hogy rossz rétegen kezdünk el dolgozni. De ez csak egy technika a sok közül. Van, ahol körvonal nélkül festenek, vagy nem árnyékolnak, vagy nem is használnak egyáltalán rétegeket. Mindenki kísérletezzétek ki magatoknak, hogy mely stílus jobb nektek jobban. Én még azt javaslom, hogy az átláthatóság kedvéért nevezzétek el a rétegeket, ha lehet, és használjatok minél kevesebbet belőlük. Szóval nem kell minden apróságot új rétegre rajzolni, mert akkor sosem találod meg, mi hol van. A rétegeid rendezéséhez mappákat is létre tudsz hozni, amiknek jelölésével a mappában lévő összes rétegen tudsz variálni egyszerre. A rétegeken mindenféle effekteket is tudtok alkalmazni, amik olykor hatalmas plusz tudnak adni a rajzhoz. Ez főleg az árnyékolásban, fények hozzáadásában és textúrázásban is segíthet. A filterfülnél pedig szintén tudsz egy kis pluszt adni a kijelölt réteghez, részlethez vagy mappához. Tudsz variálni a színeken, fényeken, árnyékokon, stb. Én általában egy kis plusz fényt, szaturációt és színmélységet szoktam hozzáadni a készrajzhoz. Még egy fontos tipp, hogy gyakran mentsétek el a munkátokat, mert lehet, hogy közben lemerül a gép, elmegy az áram, támadnak az UFO-k, és akár több órás munkád is odaveszhet, ha nem mented rendszeresen. Van olyan program, ami automatikusan ment, viszont a legtöbb az nem, így érdemes néha rányomni a mentés gombra, vagy a Ctrl-S billentyű kombinációt használni számítógépen. Még akkor is, ha még nincs kész. De persze ilyenkor nem PNG vagy JPG fájlba kell menteni, hanem projektfájlként. Nem tudjátok, miről beszélek. Akkor el is magyarázom nektek a negyedik órai anyagban, a mentés és kiexportálás témakörben. Minden programnak van egy úgynevezett projektfájlja, amit csak az adott programban tudsz megnyitni. Érdemes így elmenteni a munkádat, ha később folytatni akarod, mert a projektfájl tartalmazza a projekt rétegeit is. Ha csak a sima képet nyitjuk meg, akkor a rétegeket nem mutatja ki. A projektfájlt úgy tudjuk megkülönböztetni, hogy elsősorban a program ikonját mutatja a kép helyett, vagy a fájl nevének a végén van egy pont valami, ami szájnál például a pont sai, és ezeket a fájlokat csak a Paint osztályi programban tudom megnyitni. Más programban nem. És Instagramra vagy más internetes oldalra se tudom feltölteni, szóval ehhez először ki kell exportálni. Ezt általában a Save As, azaz mentés másként, vagy az Export gombbal tudjátok megtenni. Ez is programunként eltérő. Egy képet általában JPG vagy PNG formátumban szoktunk kiexportálni. A JPG és a PNG formátum között annyi a különbség, hogy a PNG picit jobb minőségű, de így több helyet is foglal. Illetve ilyen formátumban érdemes elmenteni azokat a rajzokat, amiknek transzparent hátterük van, azaz láthatatlan hátterűek. Vagy ahogy én hívom őket, digitális matricák. A PNG-be exportálás is eltérő minden programnál, szóval mindenképp keresetek rá, hogy Transparent Image Export és a program neve. Ilyenkor azért ellenőrizzétek, hogy biztos nincs-e háttere a rajznak, mert a fehér lap nem mindig az ürességet jelenti. Ugyanígy fordítva is igaz, hogy a rajzotokon színezzetek be minden fehér részt, hogy az se legyen láthatatlan. Azt viszont nem árt tisztázni, hogy ha a fájl nevében próbálod átírni a végén lévő pont valamit, akkor az úgy nem fog működni. Igen, tapasztalat, anno én is próbálkoztam vele. Szóval mindenképp egy szoftver vagy egy internetes konvertálóra lesz szükséged ehhez. Létezik többfajta képformátum is, amik általában inkább speciális esetekben kellenek, például nyomtatáshoz. A fájl nevére is figyeljetek, hogy úgy nevezzétek el, hogy aztán fel tudjátok ismerni, melyik rajzotok az. Ékezetet nem érdemes használni, mert azt sokszor a gépek nem szeretik. És így elkészült az első digitális rajzunk. Először kicsit nehéznek tűnhet ez az egész és idegennek, de sok-sok odaadással, éveken át tartó gyakorlással bármire képes az ember. Mindenképp nézzetek utána plusz tutoriáloknak az interneten, ha többet szeretnétek megtudni az adott programról vagy eszközről, amit használtok. Viszont a legtöbb program is hasznos tutoriál angolul van, így érdemes megtanulni azon a nyelven. Vagy letölteni egy angol szótárat segítségnek. A tutoriálok mellett a Speedpaint videók is rengeteg segítséget adhatnak, amikben felgyorsítva lehet látni egy rajz elkészültét. Én is ilyenekből tanultam.
tanultam főleg. Illetve vannak teljes alkotási folyamatos videók valós időben is. Nagyjából ezek a fontos tudnivalók, amikről kezdőként tudnotok kell. A többit rátok hagyom, hogy felfedezzétek. Előfordulhat, hogy valamit rosszul mondtam, vagy változott valami a videó elkészülése óta, szóval javítsatok ki a komment szekcióban, ha kell. Nyugodtan kérdezhettek is, bár inkább arra ösztönözlek benneteket, hogy magatoktól induljatok útra az internet bugyraiban a válaszaitokat kutatva. Hiszen akkor lesz igazán sikeres az ember, ha képes magától megoldást találni a problémájára. Na de kicsöngettek, menjetek kipróbálni magatokat. A következő óra tananyaga a kezdő animációsoknak fog szólni, szóval ha az is érdekel, érdemes figyelni a csatornámat. Meg akkor már támogass egy feliratkozással, léci. Találkozunk legközelebb, addig is, bohoj! Na akkor, ha sikerült meggyőznöm benneteket, akkor... Maja! Te cica! Most akkor te is dumálni fogsz magadba? Itt az ideje, hogy átvegyük a digitális rajzolás alapjait. Maja fogja ezt demonstrálni. Ugye, cicám? Azaz láthatatlan hátterűek.